Annak ellenére, hogy közeledik a tél, az időjárás még kedvez a pecásoknak, így minden percet kihasználva ülnek a horgászat szerelmesei a parton, a szerencsés fogásban bizakodva. Városunk tavai körül ilyenkor sem áll meg a munka, hiszen gondozásuk ősszel és télen is folytatódik. A Püspöklerányi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő 1-es, 2-es, 3-as és 5-ös tavak őszi és téli munkálatairól Márkus Gábort, az Egyesület elnökét kérdeztük. Ezek a jóléti tavak, ami a város határában van, itt 7 tó van sorba, ebből 4-et kezel az Egyesület, 1-es, 2-es, 3-as és 5-ös számú tóval most vagyunk, ez önkormányzati tulajdonban van minden tó. Hát itt annak fejében, mert a horgász egyesületek az önkormányzattól ingyenes használatba kapták meg a tavakat, viszont ennek fejében elvégezzük azt a munkát, hogy ha az önkormányzat kezelésébe volna nem csak tulajdonában a tó környék, akkor rendbe tartjuk. Tehát úgy a nyári egész nyáron, meg egész évben, ilyenkor meg ott a tó elején, meg itt hátrább is lehet látni, hogy már hozzá fogtak a nádat vágni. Itt, ha minden jól menne, illetve úgy lenne, mint régen gyerekkoromban, akkor derékig éri hóba kéne állnunk. Ezzel szemben nagyon jó idő van, horgászok ki is használják ezt a lehetőséget, és így a nádvágás egy kicsit nehezebbé válik. Hát olyan szempontból, hogy nem fagyott be a tó, tehát nem tudunk rámenni, de az ötös tónak a adottsága az olyan, hogy ezt a partról végig lehet vágni. Tehát ezek a munkák mennek majd most a őszi téli időszakba. A többi tónál ugyanez a helyzet, a 1-es, 2-es, 3-as tónál. Ott annyiból bonyolultabb ez a munka elvégzése, hogy főleg a 2-es és a 3-as tó, azok vannak nádszigetek a tavakon, és nyilván oda csak akkor lehet, meg jobban benyúlik a nád a vízbe, akkor lehet, hogyha befogyott a tó. A csapadékos időjárás hatására az utak többször is járhatatlanná válnak, amely sokszor megnehezíti, hogy a horgászok a hobbiuknak éljenek, így a nádvágás mellett az utak töltése is elengedhetetlen feladat. Ez legfontosabb, a nádvágás meg a part rendbetartása, aztán ahol felfedezik a horgásztársak, hogy valami probléma van a parttól, akkor úgynevezett partvédelem, tehát vagy meg kell tölteni, vagy megerősíteni a partot, mert mossa a víz. Ezek a munkák vannak. Meg ahogy itt látjuk, ugye most egy kétnapos eső után, nem olyan nagy eső volt, de kétnapos eső után vagyunk. Itt az útnak a javítása is előtérbe kerül majd a jövőbe, mert hogy minden időben járható legyen legalább ez az oldal. Itt most ugye elég körülményes bejönni. Nem süllyed el, mert nagyon kemény a talaj, mert többször meg lett már töltve, de ezen is javítani akarunk. A többi tónál, az 1-es, 2-es, 3-as tóról beszélek, ott szintén ezek a munkák vannak. Partvédelem, nádvágás, rendbetartás. Ezt úgy szoktuk a vezetőségülésen felvázolni az éves munkatervbe, hogy őszi nagy takarítás, vagy valamilyen címszóval, és akkor mindenki tudja dolgát. De egyébként folyamatosan csinálják a horgászok. Idén közel 300-an váltották ki az engedélyt a Püspöklerányi Sporthorgász Egyesület által kezelt tavak valamelyikére. A befolyt összegből elsősorban az állóvizek halállományának pótlását oldották meg, melyet kétszer szoktak elvégezni egy évben, tavasszal és ősszel. Ennek két mérője van, a zárást, hogy el tudjuk mondani az eredményeket. Tehát van egy évben, évelején betervezzük, hogy körülbelül, tehát egyrészt igazodni kell tervek szerint és a horgász létszámhoz. Ugye abból van egy bevétel, egy tagdíjbevétel, és a tagdíjbevételből tudunk halakat telepíteni a tóba, és akkor ennek a mérőszámú, ugye a mázsa, hogy hány mázsa halat tudunk telepíteni. Most van egy kis szigorítás az elmúlt évtől, ugyanis a halászati törvény szigorított ilyen szempontból, tehát 5 évre előre haltelepítési tervet kell adnunk a megyei kormányhivatal halászati főosztályára, és ennek megfelelően kell a halfajokat és a hal mennyiséget is telepíteni, és ahhoz kell igazodni, és be kell jelenteni előre. Tehát ezt azért szigorúan nyomon követik, tehát többször előfordult az idén, hogy telepítések voltak a tavaknál, és a kormányhivatal vezetője, a halászati felügyelő úr, meg egy kollégája itt volt, többször megnézte a telepítést, megnézte a halakat. Nyilván, amiket hozunk halakat, Tiszafüredről szoktuk hozni, kapunk hozzá hatósági állatorvosi bizonyítványt, tehát minden szempontból egészséges halakat telepítünk. Ha jól emlékszem, most a napokban lett összeszámolva, ebbe a 4 tóba összesen 85 mázsa halat telepítettünk, azt hiszem, ha pontos a szám.
De körülbelül minden évben nagyjából így van. Hát van egy kicsit lejjebb, kicsit feljebb, attól függ a taglétszám, hogy változik. Úgy van a telepítés, hogy van egyszer tavasz időszakban, március vége fel április elején, akkor valamennyi tóba telepítünk, és akkor van az őszi telepítés, ami akár már augusztus végén, de általában szeptembertől. Ez lezajlott minden tónál. Most, ahol itt vagyunk az ötös tónál, az egy ilyen szempontból teljesen más, tehát, hogy is mondjam, egy különleges, hiszen itt 24 órás őrzés van ennél a tónál. Itt napi egy bevételünk van, és ennek okán ebbe az évbe, ebbe az ötös számú tóba, azt hiszem 7 alkalommal volt telepítés, tehát 40 mázsa fölött van a telepített hal. Programokból az idei évben sem volt hiány a jóléti tavak környékén, hiszen az ötös tavon a pecások számára megrendezésre került az Egyesület versenye. 4 alkalommal 48 órás horgászversenyen vehettek részt az érdeklődők, megrendezték a Szent István kupát, illetve a gyerekek is kipróbálhatták magukat horgászverseny keretében, de különböző szervezetek horgászattal kapcsolatos eseményeit is városunk tavain rendezték meg, mondta el az Egyesület elnöke. Ebben az évben, tehát a Horgász Egyesület hagyományosan megrendezi az egyesületi versenyt, ami szeptemberben került megrendezésre. Azon kívül itt az ötös tavon 4 alkalommal volt 48 órás horgászverseny. Ezt az ötös tó meg az egyesület közösen szervezte. Itt 2 napig kim voltak a horgászok, kisebb-nagyobb eredménye, tehát végül is eredményt tudtak hirdetni a végén. Aztán itt az ötös tavat előszeretettel veszik igénybe különböző szervezetek. Voltak itt a megyei tűzoltó horgászverseny is itt volt megrendezve júliusban, ha jól emlékszem, júliusban. Aztán vasút különböző szervezetei szoktak itt horgászversenyt rendezni. Aztán volt az idén egy nagy rendezvényünk, amire büszke vagyok, hiszen a megyéről is egy elismerést kaptunk ezért. Van egy úgynevezett Szent István kupa, amit a Sárréti Horgász Egyesületek különböző egyesületei minden évben váltva szerveznek, és ebben az évben mirán került a sor a Püspökladnál és Sporthorgász Egyesületre augusztus 17-én, és egy jól sikerült verseny, tehát 10 csapat vett részt a versenyen. Halak nem tudták egyébként, akkor azt vettük ki, nem tudták, hogy verseny lesz, mert nem annyira volt eredményes, de végig is ott is eredményt tudtunk hirdetni, meg egy jó verseny. Meg azon kívül szoktuk fogadni a gyerekeket, hogyha valaki bejelentkezik. Most például egy pár héttel ezelőtt az Erős Lajos Református Általános Iskolának a növendékei voltak itt egy horgászversenyen. Az Egyesület jövőbeli fejlesztési tervei között szerepel az ötös tó horgászat szempontjából praktikusabb kialakítása, hiszen a partot ellepő pecásoknak szeretnék a tavon eltöltött óráit, napjait kellemesebbé tenni. Tervek között szerepel padok, asztalok elhelyezése, kocsi beálló kialakítása, zuhanyzó létrehozása, illetve az ivóvíz bevezetése, tudtuk meg. Pályázási lehetőség elég bonyolult a horgászegyesületek számára ilyen szempontból, de egy pályázati lehetőségünk volt, és azt meg is pályáztuk, és meg is nyertük a megyei önkormányzatnál. Pályáztunk konkrétan az előbb említett Szent István kupa rendezésére, ott nyertünk egy rendezéshez egy bizonyos összeget, ezt tudtuk hasznosítani, ezt az összeget. Más lehetőségünk nem volt az idén, majd figyeljük a pályázatokat nyilvánvalóan, de magunk erejéből is próbálunk előrelépni. Tehát itt a következő években ennél a tónál komolyabb fejlesztések lesznek. Most konkrétan csak az ötös tóról beszélek. Itt az a fejlesztés látszik megvalósíthatónak, és meg is akarjuk valósítani, hogy mivel említettem, hogy nagyon sok napi egyes horgász jár, és a napi egyes horgászoknak megvan a helyük, tehát csak ezen az oldalon horgászhatnak, és ehhez egy komfortosabb lehetőséget szeretnénk biztosítani, akár egy ilyen sörpad, sörasztal fedett kis buggalók elhelyezésével, meg egy kocsi beálló, vagy egy ilyen nyitott, valamilyen fedett részt akarunk ott elől csinálni. Tehát még vannak olyan tervek, hogy talán zuhanyzó is lesz ilyen nap által felmelegített tartályban, de hát ez a jövő kérdése. Meg természetesen még az is már többször szóba került, mert egy illemhely található a tó környékén is, mivel hogy nyáron, meg amikor jó idő van, elég sokan vannak kint, tehát valószínűleg még ilyen irányba is gondolkodnunk, egy másik helyet is ki kell nézni, ezt szeretnénk csinálni. Meg
Az ivóvíz bevezetésén gondolkodtunk már, vagy legalábbis én gondolkodtam, ebbe az ügybe megpróbálom majd felvenni a kapcsolatot a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-vel, hogy ugye itt, ahogy bejövünk a tóhoz, itt az út végébe itt megy el a vízvezeték, hogy körülbelül milyen összegbe vagy hogy, tehát ezt majd utána akarok járni, hogy idáig a őrházig, ahol itt az őr van 24 órán keresztül, legalább egy szabad vízikutat lehessen ide telepíteni. Borsos István, a Püspökvárosi Sporthorgász Egyesület titkára elmondta riporterünknek, hogy az egyesület célja, hogy a horgássport fejlesztésével hozzájáruljon a szabadidő kultúrát és hasznos eltöltéséhez. Továbbá megtudtuk, hogy jövő évben emlékezetes fordulat fog bekövetkezni az egyesület életében, mivel fennállásának 60. évfordulójára emlékeznek. Az egyesület célja az, hogy a városban lévő olyan tagokat, akik szeretik a horgászatot, tömöríti, és szervezett formában, kulturált körülmények között próbáljuk a tagokat együtt tartani. Mondhatni, hogy a vízfelületnek a függvényében a tagok létszáma nagyon jó százalékos kihasználtságú, illetve hát az új tagokat is várjuk egy-egy tóra, mert tulajdonképpen még van felvételi lehetőség. Az egyesület odafigyel az ifjúság nevelésére is, ugyanis célunk az, hogy az ifjúság minél hamarabb megismerkedjen a horgászattal, ennek a szép sportnak az igazi szép oldalával, és ezért próbálunk ifjúsági gyerekeket is megnyerni, illetve minden évben az új tagoknak szervezünk előkészítő tanfolyamot, amely a vizsgára készíti fel a leendő sporthorgászokat, ezáltal sikeres vizsgát tudnak tenni minden évben azok a jelöltek, akik elszánják magukat a sporthorgászatra. Most kerek évfordulóra készülünk, mert 1955-ben alakult az egyesület, és majd a következő évben eljutunk egy kerek évfordulóhoz, amit méltón szeretnénk megünnepelni, ugyanis nagyon sok olyan horgász van, aki hosszú ideje van az egyesületnél, illetve még a családtagok alapították az egyesületet. Györkei Gyula, a hatostó gazdája elmondta riporterünknek, hogy náluk is elkezdődtek a munkálatok. Továbbá megtudtuk azt is, hogy nyereséges évet tudhatnak maguk mögött a tavon megrendezett programoknak köszönhetően, melyre városunk számos lakója mindig nagy izgalommal készül és szívesen vesz részt. Hát ahogy megjött a hideg idő, vagy a hűvösebb idő, ezzel együtt a horgászok is pihenőre térnek jobban módva, egy-két bátor horgász, mint itt a háttérben is látható, még horgászik, de igazából most már a tavat kell felkészítenünk a téli időszakra. Ez elsősorban egyik legfontosabb dolog, hogy a vízszintet be kell állítani a tóba, hogy a téli csapadékot tudjuk tárolni, megfelelően kezelni, valamint a tárgyi eszközöket, a műtárgyakat, a zsilipeket lemeszelni, lezsírozni, leolajozni, és ha megjön egy kicsit hidegebb idő, akkor viszont hozzáfogunk a nádvágáshoz. Mint látszik, a tó környékén elég sok nád is van, ez társadalmi munkába szokott menni, összefognak a horgászok, és egy-két nap, három nap, amennyi szükséges, annyit rászállnak. Ezek jó kis bulik is szoktak lenni, mert ez ilyen csapatépítő jelleggel működik, és főzéssel, egy kis italozással szépen eltelik az idő. Tehát ezek a legfontosabb. Valamint a kutat légtelenítjük, amiből ivóvizet tudunk venni, ezt az épületet lefóliázunk, hogy ne hordja be a tél a havat, meg a szemetet sem. Valamint, ami fontos volt, hogy az idén a szigetre kecskéket állítottunk be, hogy egy kicsit gyomlálják az ott keletkező gyomot, meg lelegeljék, és már most azokat is bevittük a téli szállásra, hogy ne, hogy megfázzanak. A hatostól a gáttal együtt 7 hektáron fekszik, tehát a hozzátartozó területeken, de maga a vízfelület az 4,2-4,6 hektár. Azt mondhatom, hogy nagyon eredményesen, vagy nagyon jól zártuk az évet. A tagságunk
még eddig sose volt ilyen magas, meghaladta 80 főt, valamint különböző rendezvények voltak, amikor 24 órás horgászverseny volt, ebből rendeztünk kettőt, 48 órás horgászversenyből rendeztünk kettőt, 12 órás horgászversenyből rendeztünk kettőt, valamint voltak ilyen szintén csapatépítő jellege a tagjainknak egy-egy főzéssel összekötött rövid versenyek. Ezen kívül a tóra járnak vállalatok, vállalkozások, akik egy-egy hétvégére, hosszú hétvégére kibérlik a tavat. A bevétel szempontjából, tehát azt mondom, hogy gazdaságos volt az évünk, létszámilag is. Az idei év ötszöri hal telepítése is jelzi a horgászok számát a tavon. Mivel a tóban történő fejlesztéseket már kimerítették, ezért a jövőbeli tervek a part környéki fejlesztésre koncentrálódnak elsősorban, melyek között szerepel a tó körüli kivilágítás továbbfejlesztése, valamint a beállók kiépítése, mondta el riporterünknek Györkei Gyula tógazda. Elmondhatjuk, hogy igen kedvezett, mert ilyen még nem volt, hogy március elején már telepítenünk kellett, és már horgázták is a tavat, és igen hosszúra kinyúlt a szezon. Tehát aki szeretett horgászni, az kiélhette magát a horgászatba. Másrésztről az időjárás nagyon jó kedvezett, másrésztről viszont sok halat telepítettünk. Azon kívül a tóban nagyon sok a saját ivadék, ami már itt kelt ki, és itt nőtt fel, már most azok is olyan állapotban vannak, hogy hazavihetők is. Az idén ötször telepítettünk, az öt telepítés során közel 50 mázsa halat hoztunk bele, ennek zöme ponty volt többségében, valamint amúr, de hoztunk bele kárászokat, hoztunk bele nagyobb méretű halakat, amit nem lehet elvinni, csak a sporthorgászok kedvére, hogy tudjanak fogni, és az idén majdnem 20 kilós ponty volt a legnagyobb, amit megfogtak. Elsősorban, mivel a tóban nagy fejlesztéseket már nem lehet tenni, elsősorban a környezetét, szeretnénk ezt a favázaszint beburkolni, ha pályázaton tudnánk egy kis pénzt nyerni. Tovább szeretnénk a villanyosítást vinni a tó körül, hogyha lehetséges, és az ivóvizet. Valamint szeretnénk beállókat telepíteni. Tehát ezek a célok, hát ez meghatározza, hogy pályázati pénzt tudunk-e hozzászerezni. Az ötös, illetve a hatos tavon általunk megkérdezett horgászok elmondták riporterünknek, hogy évek óta horgászással töltik a szabad idejüket. Továbbá megtudtuk, hogy számukra nincs jobb érzés annál, mint a természet lágy ölében arra várni, hogy egy arra úszkáló hal rákapjon a csalira. 1962-ben szereztem meg, vizsgáztunk Fodor Matyi bátyánknál, azóta horgászok. Melyik tavakon szokott horgászni? Hát nagyon sokat, alapító tag voltam, úgy kezdem a kettes tavon, de átjöttem ide. Körülbelül 15 év múlva utána a kettes tavról. Itt meg van vagyok, hogy közel 10 éve. Ez azért is jó nekem, hogy ez közelebb van, mert itt lakok a házam, ide látszik a Petri telep szélén. Máskor meg, most már meg pláne, hogy úgy van, közel 80 éves vagyok. Kivel szokott horgászni? Hát többet, mint nem. Öcseim, meg van itt egy Kis Imre nevű, az új telepről jár ide, azokkal szoktam. Kikapcsolódás az ember. A szabadban ugye jó, friss levegő, gyönyörködik a természetbe. Ezen a tavon, ebben az évben volt még először olyan, hogy 30 darabot szabad fogni. Ebben lehet a ponty meg amúr. Hát egy híja van a 30-nak, egy darab. Már amikor befagy, vagy olyan van, hogy még a víz nincs befagyva, de bedobja az ember, az 0 fok alatt van, hogy azt akkor ráfagy a zsinóra, az már nem jó. Milyen halakat szokott fogni? Hát általában pontyot. 4 éve vagyok itt a tavon tag. Milyen halakat szokott fogni? Pontyot, amúrt, kárászt, piroszárnyú keszeget, törpahacsát is fogtam egy jó párat. Hú, ha ráérek, mert nyugdíjas vagyok, már 4 éve,
szinte majdnem minden nap kint vagyok. Nagyon jó. Szerintem Ladányban legjobb. Gyerekkoromban Eperfabottal pecáztam. És azóta az első engedélyemet még Csizmadia Lajos bácsitól 50 forintért váltottam ki. Szoktam jönni, de nem versenyzik, mert vannak már fiatalok jobbak, jobban csinálják azt. Inkább ők ott pecáznak. Ki szoktam jönni, főzésbe besegítek, meg ebbe-abba. Nagyon jó a tó. A kis közösség, ami van, az is nagyon jó. Levege is jó, unokák is szoktak jönni. Ebesen lakik a lányom. Kiskölyök a legkisebbik, fogott egy 3 kilós pontyot.